költészet szerepéről több felfogás is lehetséges. Általában úgy gondolják, hogy a költő a társadalomról valamit mondani akar az embereknek. Én nem így gondoltam soha, hanem úgy gondoltam, hogy ez is egyfajta felfogása a költészetnek, hogy én meg akarok valami olyasmit fogalmazni, amivel a fejem vagy a szellemem tele van. És hát ebbe nem elsősorban a közvetlen hétköznapok dolgai, bár hát azok is belekerülnek, óhatatlanul vannak benne, hanem egy gyerekkori élményvilágom, az anyagi világgal való kapcsolatom. Úgyhogy én nekem igazából a költészetem mögött az a szándék van, hogy ezt az anyagi világot, ezt a születéssel és halállal terhes mindenséget, hogy nagy szót mondjak, ezt valamiképpen megszólaltatni, megörökíteni, megfogalmazni. Hát eszerint próbáltam én, a verseimről egyébként meg is próbáltam írni ezt, olyan verseket írni, amelyik közvetlen élményekből áll össze, de valamiképpen ennél többet mond el. És hát én azt mondom, hogy amikor én verset írtam, akkor nem arra gondoltam, hogy hogy fogják ezt a verset olvasni, hanem csak arra gondoltam, hogy nekem most itt valamit meg kell csinálni. Hogy aztán ez szól-e valaki ez vagy nem, az utóbb fog eldőlni. Vagyis egyfajta, ha szokványos irodalom elméleti kifejezést kellene használnom, azt mondanám, hogy én egyfajta olyan létlírát csináltam, aminek a csinálása közben semmi másra nem gondoltam, csak arra, hogy hogy tudom ezt megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy a nyelv az a költészet nem csak hordozója, hanem késztetője is. Vagyis én egyáltalán soha nem éreztem úgy, hogy mondhatták nekem, hogy a magyar nyekegő-mekegő nyelv, mert sok benne az e hang, és mondhatta Fülep Lajos, hogy hát tessék használni a zárt et meg a nyílt et, és akkor nem lesz olyan egyhangú, és mondhatták, hogy beszéljünk úgy, ahogy Szögedébe, hogy az ik egy, ez ek egy része övé alakul. Nekem a magyar nyelv az egyik legcsodálatosabb nyelv, de ehhez természetesen nem járul az hozzá, vagy nem társul hozzá, hogy a többi nyelv nem olyan csodálatos. Azok is olyanok, de nekem a magyar nyelv az a, hogy úgy mondjam, tautológikusan anyanyelvem, vagyis olyan asszociációim kötődnek akár egy-egy félszóhoz, akár egy-egy hangzóhoz, amik más nyelvekben én tudom, hogy mit jelent ez, vagy az a francia, vagy német, elég jól tudok nyelveken, de az a fajta sugárzás, ami nekem a magyar nyelvben van, azt sehol máshol nem tudom megérezni, és ezért van az, amit én nagyon sokszor is néha kihívó megbotránkoztatásra írtam, hogy egy kedvenc idegen költőmet is igazából csak magyarul tudom olvasni, pedig hát olvastam mondjuk Apollinert vagy Georg Trakert, olvastam én németül meg franciául, vagy Eugenio Montalét, a kedvenc olasz költőmet, de akkor is nekem úgy szólal meg egy vers, hogyha magyarul olvasom. És tudom, hogy az nem olyan lesz, mint ahogy az Apollinaire francia nyelvű versében valami megszólal, mert mások a szavaknak és a mondatoknak a sugárzásai, de akkor is úgy tudok igazán közel kerülni. Egyébként Vas István, akivel egyszer nagyon sokat vitatkoztunk, hogy lehet-e fordítani verseket, egyszer azt mondta, ami ő azon a nézeten volt, hogy nem tudjuk fordítani igazán, és egyszer csak azt mondta, hogy én egy idegen verset akkor értek meg igazán, ha lefordítom, ha magyarul olvasom. Vagyis ő is ezt mondta, amit én próbálok itt eldadogni, hogy nem, én lehet, hogy valaki azt mondja, hogy három anyanyelvi szinten beszélt nyelvet ismer, de nekem mégis ez a, hát én ilyen természet vagyok, ez a magyar nyelv az igazi.